Németh Erzsébet a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Most akkor kinek van, kinek nincs, ha van, akkor mire van biztosítása? Utasbiztosítása nincsen a BKV járművein utazóknak. Ezt 2012-ben egy közleményben, ez a mai napig megtalálható a BKK honlapján, felmondta a BKV honlapján található meg. Még az indok is oda van írva, hogy mert 50 millió forintot tud spórolni ezzel a cég az utasok köszönjük biztosításán. Hát én is így gondolom, igen. Ráadásul akkor, amikor a BKV EB érdes költségvetése az ilyen 100 milliárd forint körül van, tehát azt gondolom, hogy ebből 50 millió forintot megspórolni, még ha annyira nehéz is a helyzet, ezt egészen egyszerűen nem lehet megtenni. Ami van a BKV-nak, és ugye erre a mai vezérigazgatói nyilatkozat is utal, az egy úgynevezett felelősségbiztosítás, de ugye ennek az a lényege, hogy itt megfordul a bizonyítási teher. Tehát ha 2012-ig egy utast balesetért, akkor nem az utasnak kellett azt bizonyítania, hogy a BKV járművén történt, a BKV hibájából történt, és egyáltalán sokkal könnyebb volt akkor kártérítést kérni a BKV-tól. Most viszont az utasokat fogja terhelni ez a bizonyítási kényszer, amit sajnos ugye a kettes metron történt személyisérüléses balesetnél nyilvánvalóan nem fog a BKV vitatni, hogy ugye ott ő volt, aki ezt a felelősséget el kell, hogy ismerje. De hát azért vannak olyan kisebb sérülések, mozgó lépcső, stb. Nem ragozom, mert nagyon sokan találkoztak már ilyennel. Most az utasnak kell majd azt bebizonyítania, hogy a BKV volt az, aki neki kárt és sérülést okozott. Azt nyilatkozta, hogy azt mondta Bolla Tibor, hogy utasbiztosítás helyett valójában általános biztosítással rendelkezünk, amely mindenkire, így a hármas metró utasaira is vonatkozik, és egy közleményben fogalmazott úgy, hogy társaságunk rendelkezik a vasúti társaságokra vonatkozó kötelező felelősségbiztosítással, amelynek megkötése eleve feltétele működési engedélyünknek. Ez a felelősségbiztosítás helyt áll a károk megtérítésért, amennyiben a magyar jogszabályok alapján a BKV ZRT felelőssége megállapítható. Tehát utasok biztonságban vannak, hogy most a jeggyel váltunk ott biztonságot, vagy eleve a maga a metró van biztosítva, az már mindegy, és csak biztonságban legyünk. És annyi a különbség, ez a bizonyítási teher az egyik és a másik biztosítás között? Hát ez mindenképpen, és ez a legfontosabb szerintem ebben a kérdésben, hogy ma úgy utaztat akár a hármas metron 500 000 embert a főváros, illetve a kormány, hogy ugye ez a metró nincsen felújítva, nincsenek biztonságban az emberek, és ugye ez most kiderült, hogy még utas és felelősségbiztosításot sincs rájuk kötve, bocsánat, ez ilyen nagyon csúnyán lehet mondani. Én azt gondolom, hogy ez elfogadhatatlan, a Demokratikus Koalíció pontosan ezért követeli, hogy ezen az 50 millió forinton már ne spóroljon se a főváros Tarlós István, se pedig a BKV Bolla Tibor vezérigazgató, kössék meg az utasokra ezt a biztosítást, mert még egyszer mondom, itt az a könnyebbség, vagy az a jogi helyzet, hogy akkor nem az utasnak kell bizonyítania az, hogy ez a BKV hibájából történt, vagy a saját hibájából történt ez a baleset. Tehát most csak egy olyan apróságra utalok, valakinek, egy hölgynek a magassarkú cipőjét bekapja mondjuk a mozgó lépcső, akkor utána azon elég sokáig, és elesik, megsérül, elszakad a ruhája, nem ragozom tovább, akkor ott elég sokáig el lehet azon vitatkozni, hogy most a hölgy lépett rosszul, vagy egyébként is letört volna a cipő sarka, és egyébként is elesett volna, vagy tényleg a mozgó lépcső volt olyan állapotban, hogy beleakadt az ő cipő sarka. Én azt gondolom, ez hogy biztosítástól abban függetlenül egy ilyen eset, szerintem ez simán benne van, hogy ezeket a részeket végig kell vinni, amit most mondott, vagy ezeket a kérdéseket tisztázni kell. Csak más az, hogyha nekem kell utasként bizonyítanom, hogy nem én voltam a hibás, és más az, hogyha a BKV-nak kell bebizonyítania, hogy az utas volt a hibás. Ez a kettő között azt gondolom a különbség. És én meg azt gondolom, hogy sokkal jobban éreznénk magunkat, hogyha nem lenne napi hír, hogy itt füstöl, ott füstöl a hármas metró. Tehát igazából most ez 2012 óta nem nagyon fájt senkinek, hogy kinek van biztosítása. Hát, Épp ez a cinikus az egészben, amikor kiderült, hogy ezen a héten is füstölt a metró, akkor kezdtünk el utána nézni, és utána menni ezeknek az ügyeknek, hogy akkor ez most itt pontosan hol van. Lassacskán nem telik el olyan hét, hogy a három metró vonalunkon valamelyiken ne legyen valamiféle üzemi baleset, sajnos ugye személyisérüléses, illetve olyan üzemi esemény, amiben szerencsére nem sérültek meg emberek, de megint kellemetlenséget okozott nekik a metró füstölése, hiszen emlékszünk az
azokra a fotókra, hogy hogyan mentek ott az emberek a Deák téren, hömpölyögött tényleg a tömeg, megkeresték a pótlóbuszokat. A mostani, vagy még a négyes metró? Nem, az előző, még a múlt heti. Négyes metrónál? Nem. A múlt hét szerdai hármas metró füstöléskor. Igen. Hát sajnos tényleg így van, hogy lassan már követni se tudja az ember, hogy mikor mi történik ezeken a metrókon. És azt meg, hogy milyen állapotban van a hármas metró, az azt gondolom eléggé fémjelzi azt, hogy múlt héten csütörtökön Lázár kancellária miniszter azt mondta a kormány tájékoztatón, hogyha a főváros nem képes megoldani a hármas metró kérdését, akkor majd ők a katasztrófa védelemben ezt megoldják. Hát na, ha az ország nyugtatni. Kancellária minisztere a hármas metró felújításának probléma kezelésére a katasztrófa védelmet ajánlgatja a főpolgármesternek, akkor azt gondolom, ott minden van, csak élet és utasbiztonság és biztosítás nincsen. Viszont Tarlós István nagyon kijött a sodrából, amikor elkezdték ezt az akciót, amiről itt is beszélt már legutóbb az egyenes beszédben, hogy Tarlós István munkahelyi telefonszámát megadták plakáton, szórólapon, és akkor lehet utasként is betelefonálni, hogy hát miért nem tetszenek már valamit csinálni a hármas metróval, és van valami visszajelzésük, hogy hívogatják is az emberek szegény? Feltételezem, mert elég sokan megkeresnek azzal, hogy elküldték e-mailbe a véleményüket és a kérésüket, hogy minél hamarabb újítsák föl a hármas metrót. Ezzel a demokratikus koalíciónak az volt a szándéka, hogy felhívja az utazó közönség, illetve azoknak a figyelmét, akik mondjuk nem utaznak minden nap a hármas metróval, hogy ez tényleg egy olyan probléma, ami most már nem tűr halasztást, amivel nem lehet a továbbiakban várni. Naponta 500 000 ember utazik a hármas metrón, 500 000 ember fél, nem tudja, hogyha felszáll a hármas metróra, időben elér az úti céljához, vagy le kell szállnia, keresgélni kell a pótlóbuszt, és mondjuk jó esetben egy kis füstöléssel, meg egy kis gyaloglással megúszta ezt a problémát. De azt mondta pont akciói kapcsán Tarlós István, hogy hát most jobb állapotban van a hármas metró, mint 5 évvel ezelőtt. Hát ha egy főpolgármester ilyet kimer jelenteni az elmúlt hónapok tükrében, akkor azt gondolom, hogy egyet kell értsek az MSZP-s képviselőtársammal, Hormás Csabával, hogy tényleg elmentek neki otthonról. Lehet, hogy néhány sínpárt vagy a síneknek egy jó részét kicserélték a hármas metróban, de attól a hármas metró szerelvényei, a biztosító berendezések, az egész alagút, a szellőztető berendezés nem lett még biztonságosabb, és nincsen jobb állapotban, mint 5 évvel ezelőtt volt. Én azt gondolom, hogy Tarlós Istvánnak egyetlen egy feladata van, hogy elintézze végre Orbán Viktornál és Lázár Jánosnál, hogy a főváros megkapja azt a pénzt, amiben a hármas metró felújításra kerül, a kormány pedig ne szórakozzon tovább a budapestiekkel, hanem adja oda ezt a pénzt, hogy minél hamarabb el lehessen kezdeni a metró felújítást. Amikor füstöl a metró, akkor egyébként mi füstöl? Hát ugye most legutoljára valami kis alkatrész mondta ezt a BKV vezérigazgatója füstölt el, de szerintem ez tulajdonképpen mindegy is. Sokan utaznak a nézők közül is a metrón, sokaknak az ismerősei utaznak, gyerekei, szülők utaznak ezen a metrón. Persze, akkor, amikor az ember ott van abban az alagútban, és egyszer csak sötét lesz, és érzi ezt az égett szagot, vagy ezt a füstszagot, akkor azt gondolom, hogy nem érdekli, hogy mi az, ami elfüstölt, abszolút igazabban, mi az, ami nem is ezeket, csak műszaki érdeklődés adódóan, egyszerűen fogalmam sincs, hogy mi az, ami itten heti szinten tönkre tud venni, és még füstöl is a metróban. Ugye 11-ben volt egy olyan vizsgálat, egy szakértői vizsgálat, ami azt megállapította, hogy 11 olyan alkatrész van a metrókocsikban, amik egyenként is képesek olyan füstöt, illetve tüzet okozni, amiből aztán egy nagyobb katasztrófa is lehet. Szászlónak is egy a vége, nem lehet ezzel a dologgal tovább várni. Ha igazak a főpolgármester becslései, akkor jövő nyáron, júniusban kezdődhet el a felújítás, az még több, mint fél év, és én abban egyébként biztos vagyok, hogy nem fogják megengedni, hogy a vizes világbajnokság elindulása előtt ennek a felújításnak neki fogjon a főváros. Na, de csak bízom, hogy fog kibírni. Csak bízom abban, hogy most, ha kírják a tendert, akkor lesz érvényes kivitelezői pályázat. Nagyon bízom abban, hogy végre megértették az Orbán kormány mögött álló oligarchák is, hogy nem ezen a metró felújításon kellene meggazdagodniuk, nem ide kellene túlbecsült és túlárazott ajánlatokat adni, hanem ezt a metrót minél hamarabb el kellene kezdeni felújítani. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.